Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai vasárnapon is a Szeged Petőfi telepi református gyülekezetben. Az Úristen kegyelméből mai napra is elkészítette a lelki táplálékunkat. Különösen is szükségünk van rá ebben a járványhelyzetben. Lépjünk be a templomba, és hallgassuk meg az ígét. Legyen ezen a délelőttünkön is, és az egész vasárnapunkon is Isten áldása. Minden gondotokat őre ávessétek, mert neki gondja van rátok. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, ki ott, ahol van, és vigyük életünket az Úristen elé. Imádkozzunk. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked ezt a csodálatos közösséget, amit teremtettél közöttünk. Bár nem láthatjuk egymást, mégis együtt vagyunk itt lábaidnál, ezen a vasárnapon is. Fogadd el, kérünk, jelenlétünket, imádásunkat, hallgass meg könyörgésünket. Megvalljuk neked bűneinket, hogy sokszor megszomorítottunk, hűtlenek voltunk. Szabadíts meg bennünket a te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Ígédért jöttünk, Urunk, ami földön túli erőt ad. Kérünk, táplálj bennünket az örök élet szavaival. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg az Úristen szavát, amelynek alapján Isten ígéjét szeretném közöttetek most hirdetni. Írva található ez az ige Péter első levele, első részében, az 5. verstől a 9. versig. Isten ígéjét kellő figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk meg. Titeket pedig Isten hatalma őriz, hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek. Noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Kedves testvérek, a mai igehirdetésemet engedjétek meg, hogy egy
történettel kezdjem. Méghozzá egy színdarabról van szó, egy elfelejtett, méltatlanul elfelejtett színdarabot szeretnék ismertetni most nektek. Schönherr Károly Hit és Haza című drámáját. Az a reformáció és az ellenreformáció korába kerülünk most, méghozzá egy kis tiroli faluba, az osztrák alpesek tövébe. Régen történt már, de oda is elfújt a reformáció szele, Tirolba. A Szentlélek befújt az egyszerű tiroli kis falvacskákba, és megérintette az ott lakó egyszerű paraszti népet, akik tulajdonképpen békességre törekedtek mindenkivel, és csendben végezték ügyes-bajos dolgaikat a ház körül, az állatok körül és a mezőn. Igen ám, de amikor a reformáció tana megérkezett, akkor ezektől az egyszerű lelkektől is hittételt kért, hogy mondják el, mit éreznek, tegyenek bizonyságot mások előtt is. A legtöbben lecserélték katolikus hitüket, de azért igyekeztek titokban tartani. Így éltek csendesen, Bibliát olvasva, amikor egyszer megjött a császári fenyegető parancs. Azt tartalmazta, hogy az új hit követői kitakarodjanak a falvakból, legyenek hontalanokká, hagyják el szülőföldjüket, bujdossanak mezőről mezőre, földről földre. Itt találkoznak az emberek egy hatalmas, súlyos dilemmával. Mi legyen? Mi legyen? A szülőföld és a hit között kell választaniuk. Mind a kettő nagyon fajsúlyos. Itt az ősi föld, az örökség, aminek minden részét jól ismerik, amit gondoznak, ahol jól érzik magukat, és itt van a hit. Mert a lelkiismeretük nem hagyja őket nyugodni, és a kedves otthon is hideggé tud válni, ha nem tudnak színt vallani. Melyik az erősebb? Két nagyon súlyos dolog, a hit és a haza, az otthon. Melyiket válasszák? Az otthon is tud pokollá lenni, és ha elmennek, a hontalanság kiszolgáltatottá teszi őket. Akár melyiket vállalják, az fájni fog. Az fájni fog. Így ismerkedünk meg a tiroli paraszt emberek keserves vívódásával. Így látjuk meg a lelki fejlődésüket. Először is megismerkedünk egy házas és gyermekes fiatalemberrel, Róth Kristóffal. Róth Kristóff nem merte bevallani, de a reformáció tanai mellé állt. Látjuk a bizonytalanságát, ahogyan ostorozza magát, hogy neki titkolnia kell a hitét, nem meri megvallani. Mások mernek vallást tenni, ő nem mer, és már feszíti a bensejét, hogy másoknak van erejük, és tudja, hogy azok nem kellenek az Úrnak, akik nem mernek vallást tenni róla. Megismerjük Landsbergernét, aki protestáns, hitvalló nő, szinte fanatikus,
úgy olvassa az ígét, issza minden szavát Jézus Krisztusnak, és aszerint él, és komolyan gondolja. A színmű első felvonásában azt látjuk, azt ismerhetjük meg, ahogy Rót Kristófnak hazajön a testvére, Rót Péter, aki nyíltan luteránusnak, vagyis evangélikusnak vallja magát, és hosszú száműzetés után jön haza, szeretné meglátogatni a családot, elrongyolódva, lepusztulva, és a bátyja, a Kristóf, és az apja nem merik befogadni. Nem merik befogadni, mert a császár lovasa ott jár a faluban, és keresi az eretnekeket, a hitehagyottakat, és számkivetésbe küldeni az egész családot, hogyha ezzel a fiúval közösséget vállalnának. Amikor elmegy a testvér, Péter, Kristóf csendben, bánatában, lelkiismeretfurdalással magára marad, és felemeli a padló apró deszkáját, ahol rejtve tartja a Szentírást, kiveszi, és apjával együtt olvassa, Kristóf és az apa. És ezt olvassa, a képmutatók, és azok, akik nem vallanak színt, nem állják meg a próbát, lehullanak, mint a férges gyümölcs. Igen, feszíti a lelkiismeretfordulás. És aztán jön Landbergerné. Ez az asszony, akit említettem, hogy protestáns, hitvalló. A császár katonája, mivel ott van a faluban, el akarja venni a Bibliáját. És Landbergerné magához szorítja. Görcsösen szorítja a kezeivel. A katona leszúrja őt. Mondja, hogy engedd el a Bibliádat, tagadd meg a hitedet. Nem tagadom meg, inkább szúrj még egyet, akkor sem fogom elengedni. És holtan rogy össze. A katona próbálja kivenni a holtasszony kezéből a Bibliát, de nem tudja. Olyan görcsösen szorítja még halálában is. Ekkor oda megy Rót Kristóf, és mondja, hogy majd ő megpróbálja. Nem sikerül neki sem. Elkezd beszélni a halott asszonyhoz. Ugyan, szomszédasszony, engedd már el. Engedd már el. Akkor sem engedi. Elkezdi becézni. Könnyedebb hangnemben, hogy ugyan hova gondolsz már? Hát még nekem sem adod ide, nem vagyok én császár katonája. És akkor szépen lefejti a kezéről a Bibliát. És dobban a szíve, ez a hitvalló asszony Bibliája. És akkor mindenki legnagyobb meglepetésére ezt mondja. Isten és az emberek előtt fent szóval és nyíltan vallom ímé hívéül magamat a rendületlen augsburgi hitvallásnak. Az augsburgi hitvallás, az az ágostai hitvallás tulajdonképpen az evangélikus egyház tanait foglalja össze. Erre esküszik most Rót Kristóf. Tehát magamat rendületlenül az augsburgi hitvallásnak hívéül vallom. A színtiszta evangéliumnak és Isten meghamisíthatatlan igéjének, és maradok ebben, Isten engem úgy segéljen,
és boldogan föllélegzik, és azt mondja, úgy végre kint van. Végre kint van a vallomás, amely már nem bírt bent maradni, annyira nyomult ki. Most végre kün van, és megnyugszik. De a felesége, az csodálkozik rajta. Mit mondtál, te ezt komolyan gondoltad? Mert a felesége, az katolikus, nem hithű, meggyőződéses, csak úgy a szokásból katolikus. De nem hagyja el a férjét, az urát. Katolikus marad, de hű marad a férjéhez is. Szeretetből, hűségből követi őt mindenhová, hiszen nem ismer mást, egyetlen oltárt, a családi oltárt ismeri, és ehhez hűséges. És aztán megismerjük a színdarabban az öreg rótot, a Kristóf apját, aki szintén evangélikus lett titokban, és elhatározta magában, hogy ő a szülőföldjén akar meghalni, ezért csak a halála pillanatában fog hitet tenni. Nincs más, miután Róth Kristóf szint vallott, mennie kell. Felpakolja családját, édesapját, gyermekét, verépkét, és indulnak. Az apja is megy végül, mert meghallotta, hogy azok, akik hitet vallnak, még azokat sem temetik el, még az utolsó percen sem, nem a temető árokba fogják dobni. Indulna a család, de jön a császár lovasa, és kihirdeti a szomorú hírt, a kiskorú gyermekeket nem vihetik magukkal. A kiutasított felnőtteknek egyedül kell menniük, mert az a császár parancsa, hogy a gyermekeket hithű katolikusnak kell nevelni. Megrendül az egész család, de végül is elindulnak. A gyerek, mikor ott marad, elválasztják szüleitől, akkor megmakacsolja magát. És a császári parancs ellenére utána iramodik a családnak, szalad, fut, egyre sebesebben a császár katonája utána, útba áll, kiszabadítja magát a gyerek, és mivel nincs más, beleveti magát a patakba, hogy az apja után menjen, és nem tud úszni. És a gyerek haláltusa után belefullad a patakba. Az apja észreveszi, rohan vissza, és nem tud rajta segíteni. Verépkének már csak a holttestét húzza ki. Egyik csapás a másik után. Akkora haragra gerjed az apa, mintha egy fenevad ugrana ki belőle. Odaszalad a páncélos katonához, leteperi és folytogatja. A felesége már hozza a baltát, hogy azzal üssék agyon. A paraszt embernek az egyetlen fegyvere a balta. Azzal fogja kivégezni a katonát. És Kristóf zihálva, fújva, magára eszmél, és reszketve elengedi a katonát, mert eszébe jut, Krisztus parancsa nem szól vérre. Krisztus parancsa nem szól vérre, fegyelmeznie kell magát, reszket, de elengedi az ellenségét. Reszketve teszi a taligára a fiát,
a fia holttestét, és megindul feleségével a nagy világba, hogy új otthon találjon. Szíve nehéz, elkeseredett, és mégis véghetetlenül megkönnyebbül, mert nagy harcot vívott, saját magával nagy harcot vívott, elengedte az ellenségét, nem ölte meg, sőt, visszafordult, és kezet nyújtott neki. Így jelezte, hogy Krisztusnak igazán embere ő, és megbocsát a fia gyilkosának. Így indul el, szomorúan, megkönnyebbülve, úgy, hogy az erkölcsi fölény és győzelem az övé. Távolodik a talicska a családdal és a halott gyermekkel. És a kegyetlen lovasból előbújik az érző ember, mert csak néz a család után, és most hirtelen világosan lát, ő a szeretet Istenének, a szeretet Istenének gyilkos vérrel áldozott. Valamit nem jó. Fanatikussá vált. Embereket tett földön futóvá, gyilkolt, és összeroppan, térdre rogy, ketté töri a pallosát. Nem bírja ezt az iszonyú terhet, összeroskad. Nem bírja azt, hogy halomra ölte meggyőződéséből a luteránusokat. Fanatikusságból azt gondolta, hogy megmenti őket a kárhozatból. Azért tette mindezt, amit tett, és most megvilágosodott. Nagy bűnt követett el az Isten ellen. Így lett vége a színdarabnak. No hát, kedves testvérek, elmondtam ezt, de korán sem volt elszigetelt eset. Régen az emberek bizony vállalták az ilyen életet is hitükért, meggyőződésükért. Magyarországon is van ilyen gyülekezet, amelyik így keletkezett. Egyik helyről el kellett mennie az embereknek a hitük miatt. Elüldözték őket ősi jussukból. Sőt, jó pár vajdasági gyülekezetünk is így keletkezett, hogy az anyaországból földön futóvá tették a hitüket megvallókat, és ott a vajdaságban leltek hazára. Nem elszigetelt. Az emberek tudták megvallani hitüket, inkább elbújdostak, csak a hit, a lelki érték megmaradjon. Azért mondtam el ezt, mert ez egy nagyon nehéz körülmény volt, de ilyen körülmények között kellett nekik helytállni, hitet vallani. Most más körülményeink vannak. Nem kell beüldöztetést szenvednünk a hitünkért. De mi is nehéz helyzetben vagyunk. Nem minősítem, hogy nehezebb vagy nem nehezebb. Könnyebb vagy nem könnyebb, de más. Más. És nekünk, ahogyan nekik abban az időben meg kellett vívniuk a saját maguk csatáját, nekünk is meg kell vívnunk
ebben a korban a saját csatánkat. És jó lenne, hogyha meg tudnánk tartani a hitünket, sőt, úgy tudnának ránk visszaemlékezni majd a későbbi korokból, ahogy mi emlékezünk most vissza ezekre a hitvalló emberekre, akik a hit nemes harcát megharcolták, és el tudták végezni, amit az Úristen rájuk bízott. Mert bizony egy hitvallóból aztán 6 hitvalló keletkezett. Isten adott nekik tiszta szándékú kitartást. Hát kedves testvérek, mi is itt vagyunk most egy hatalmas nagy világjárvány közepette, és mit is lehetne tenni a képzeletbeli zászlónkra, ha nem ezt az egyetlen egy szót, hogy kitartás. Kitartás. És felhúzni a templomnak a tornyába, hogy ott lobogtassa a szél, és hirdesse, hogy kitartunk, minden körülmények között kitartunk. A járvány nem akadály abban, hogy megrendítsen bennünket az Istenben való hitünkben. Nem hiába olvastam fel az ígét, azt írja Péter apostol, titeket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre. Isten hatalma őriz téged, kedves testvérem. Akármilyen körülmények között is vezet az életünk. Az Úr hatalma megőriz. Méghozzá mire? Az üdvösségre. Ez a cél. És olyan szépen folytatja tovább Péter apostol. Ezen örvendeztek. Igen, egy jó dolog, hogy a járvány közepette is Isten őriz. Méghozzá jót tartogat nekünk az üdvösséget, hogy egyszer majd hozzá kerüljünk. Igen, ezen örvendeztek. Noha most, mi is történik most? Mivel így kellett lennie? Igen, a járványnak így kellett lennie. Igen, mi is ez a járvány? Ez a járvány biztos, hogy az ördögnek egy nagy csapása, de azt is kell tudnunk, hogy az Isten megengedi. Megengedi az Isten. Miért engedi meg? Azért, hogy próbára tegyen. Azért, hogy megtisztítson bennünket. Azért, hogy erősítsen bennünket. Noha most így kellett lennie. Erősíteni akar bennünket. Egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között. Igen, megszomorodtunk. Hosszú ideje tart a járvány. És a magyar lakosság mentális egészsége egyre rosszabb. És most már mindannyian ismerünk a családunkban, a rokonságunkban, az utcában, a város, a falu részben olyanokat, akik meghaltak a járványban. Ott csapkod az ostor, körülöttünk, megszomorodtatok, igen, kísértésben vagyunk, próbatételben vagyunk. De azt mondja az ige, miért? Hogy a hitetek megpróbált legyen. Milyen a hit? Azt mondja, sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Igen, elég értékesnek tartjuk az aranyat. Van, aki halmozza ilyen-olyan formában, ékszerek formájában, rögök formájában. Ebben megmarad a pénz, mondják sokan. Értékesnek tartjuk.
De azt mondja Péter, vigyázz, a hit még értékesebb. Jézus Krisztus előtt ugyanis csak ez fog számítani. Az arany veszendőnek fog bizonyulni. Ott nem lehet értéke, nem lehet élvezni sem. Jézus Krisztus az, aki meg fogja ítélni, hogy mit gyűjtöttünk. És azt mondja, hogy bizony a hit az ilyen, hogy megpróbáltatik, olykor megpróbáltatik. Most is megpróbáltatik, de ti ne féljetek, mert így csiszolódik, és így lesz egyre értékesebb, hogy amikor Jézus Krisztus majd megjelenik, akkor ez a hited, ez méltónak fog bizonyulni a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Hogy a te hited, amely most munkálódik, csiszolódik, noha fáj, de Jézus Krisztus megjelenésekor dicséretben fog részesülni. Azt mondja, hogy így tudjuk elérni a hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Így tudunk elérni a célhoz. Kedves testvérek, én hiszem azt, hogy a járvány idejére is érvényes az ige szava, hogy mindennek rendelt ideje van. Mindennek kirendelt ideje van. Hogy mikor kell vége lennie ennek a járványnak. Mikor kell, most már megjelent a vakcina. Hiszem, hogy az Úr Istennek a hatalma ez, hogy ez is a megrendelt időben jelenik meg. Sokan mondják a vakcináról például, hogy az előző járványok vakcináit milyen sok ideig fejlesztették ki. És ezt hip-hop sikerült hamar. De hogyha megnézzük, hogy hogyan is történt, akkor nem ezt látjuk, hanem éppen azt látjuk, hogy az Úr Isten még a Karikó Katalin biokémikusnak is az útját hogy egyengette. Tudjátok, testvérek? Mert mielőtt ez a járvány kirobbant, még mit sem tudtunk róla, ő már évtizedekkel ezelőtt ezt kutatta, ez volt a kutatási témája. És most készen lett, mikor az Úr látta, hogy készen kell lennie, akkor készen lett, és így tudja sok ember megmenekedését szolgálni. Én hiszem ezt, hogy az Úristen elrendeli a mi gyógyulásunkat is, és megmenekülésünket is. És akikről úgy rendelkezik az Úristen, hogy már elvégezték a munkájukat, azoknak el kell tudni fogadni azt, hogy az Úristenhez fognak majd menni. Az ő kegyeit és bebocsáttatást kell kérniük, alázatosan megvallani a bűneiket, hűtlenségeiket, és odafordulni az Úrhoz. Mert igen, ez is benne van a pakliban, hogy nem éljük túl. Ez is benne van. De nem kell, hogy tabu téma legyen, nem kell kerülgetnünk, mert az Úr beszél erről, hogy hozzá megyünk. Mindaz, aki kéri, elfogadja az Úr Jézus Krisztust, az Úrnak törvényei alá veti magát, ezt nagyon nem szereti hallani a világ, hogy az Isten törvényei alá vetni magunkat, aki megteszi, szabad bebocsátást kap kegyelemből az Úristenhez. Tehát Isten hatalma őriz, hit által az üdvösségre, testvér. Mondogasd ezt magadban, hogy a véreddé váljon ez az ige. Isten hatalma őriz, hit által az üdvösségre.
és megadja nekünk az Úr, hogy ki tudjunk tartani a különféle kísértésekben is, most ebben is. Itt tőlünk nem messze található a Csap utca, és felfigyeltem egy fára. Ez a fa már kivirágzott. Teljes pompájában hirdeti a tavaszt. Körülötte még egy fa sem, csak a fekete ágak. Ez a növény azonban virít. Olyan jót elmenni előtte autóval. Jó még rá is nézni. És elgondoltam, hogy ez a fa, ez teszi a dolgát. Csendben gyümölcsöt akar érlelni. Bármilyenek is a körülmények, gyümölcsöt akar érlelni. Pedig a köves út közvetlen szélén áll. Buszforgalom, teherforgalom, számtalan autó elmegy ott naponta, én is ott közlekedem naponta. Ki van téve a viharos szélnek, a szárasságnak, a tűző napnak, a suhancoknak, akik letörik az ágait, a kipufogó gáz füstjének, szóval minden kifogása lehetne, hogy ne teremjen, és hogy elpusztuljon a városi környezetben is ez a fa, elsőnek virágzott ki, és termést akar érlelni. Ilyen körülmények között is. Lehet ilyen körülmények között is, látjátok? Lehet élni olyan körülmények közepette is, ahogyan Róték éltek. Lehet élni ilyen faként is. Lehet élni a járványban is. Csak mi sokszor keresünk kifogásokat, nagyon sok kifogást, és ott vagyunk a mai kor egyik zsákutcájában is, amikor nem elég a sok kifogás, hanem csak élvezni akarjuk, és elvenni azt, amiért más küzdött meg. Bizony, ezt akarjuk tenni. És kevéssé van kedvünk és akaródzásunk a kemény munkához. Pedig, testvérek, az a gazda, aki nem vett tavasszal, az nem tud aratni és betakarítani ősszel. Tenni kell, küzdeni kell, küzdeni kell. Mindig küzdelem volt az élet minden korokban, és nekünk is tennünk kell. De az Úr hatalma őriz, és így próbálja, és csiszolja a te hitedet is, itt a járványban is. Úgyhogy testvérek, adja meg az Úr, hogy tudjunk kitartani. Ott legyen az a képzeletbeli zászló a kezünkbe. Igen, kitartok, mert tudom, mi a célom. Az üdvösség a célom. Az Úristen elmondta az én célomat. A fának a gyümölcstermés. Az én célom az üdvösség. És erre koncentrálok, ahogyan a fa is a gyümölcs termésre koncentrál. A dolgomra koncentrálok, ez a fa szilvát fog érlelni. Nem meggyet fog érlelni. Az más fának lesz a feladata. Az másnak lesz a feladata. A mi feladatunk az üdvösség felé menni. És ez érdekében mindent megtenni. Most is, a járványhelyzetben is. Hát, kedves testvér, befejezem most azzal a közmondással, amit olyan sokszor elmondtunk már, de nagyon sok valóság van benne. Dolgozz úgy, mintha örökké élnél, és imádkozz úgy,
mint ha holnap meghalnál. Ne a járványra nézz, hogy milyenek a körülmények, a kifogások, hanem tégy úgy, mintha nem lenne járvány. És légy készen arra is, ha az az Úr akarata, hogy menned kell, akkor tud majd elfogadni. Így segítsen meg bennünket az Úristen a kitartásban. Amen. Most pedig adjunk választ Isten megszólított szavára. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, Te, aki ismered a szenvedést, hallgass meg bennünket. Köszönjük neked, hogy igéd köré gyűlhettünk. És emlékeztettél a mai napon is arra, hogy igazi célunkat ne felejtsük el. Áldunk téged azért, mert bíztattál, hogy a te hatalmad őriz bennünket az üdvösségre. Ó, Urunk, hadd tudjunk ebben hinni, annyira, hogy tudjunk kitartani, amikor ezt kell majd képviselnünk. Urunk, eléd hozzuk ezt a fájdalmas világot, amely együtt nyög a járvány súlya alatt. Erősíts meg bennünket. Elsősorban most a te híveidért imádkozunk, hogy ne fáradjunk bele a könyörgésbe, az imádkozásba, hogy elkérhessük azt, amire a világnak most szüksége van. Ezért kérünk, erősítsd meg hívő gyermekeidet. Eléd hozzuk most a kórházi, klinikai, gyógyító személyzetet is. Urunk, Te adj nekik erőt, műszakról műszakra. Te meg tudod tenni, hogy a rendkívüli megterhelésben is ember feletti erőt adsz neki, és át tudod őket vinni a nehéz napokon. Kérünk, ne nézd bűneiket, adj nekik erőt, hogy segíteni tudjanak és akarjanak. És légy a betegágyon fekvőkkel a kórházakban, az intenzív osztályokon, légy a lélegeztetőgépen levőkkel, adj nekik esélyt egy másik életre, amely már neked lesz hálás. És akikről úgy határozol, hogy magadhoz veszed őket, kérünk, tedd számukra elfogadhatóvá ezt a felfoghatatlanul súlyos dolgot. Állj szorosan melléjük, Jézus Krisztus, és vedd gyengéden magadhoz őket. És még jobban, még gyengédebben állj kérünk a hozzátartozók mellett, akikben óriási a szenvedés, mert nagy űrt hagyott szerettük elvesztése. Légy azzal a testvérünkkel és hozzátartozóikkal, akik megtudták, hogy szerettük szervezetében megjelent a gyilkos kór, és összeomlottak a súly alatt. Ó, Urunk, légy velük! Légy azzal a testvérünkkel, aki szenved már az állandó bezártságtól, és aki nem tud megbirkózni azzal, ahogyan a családjában viselkednek az emberek. Szabadítsd meg, Urunk, pár testvérünket a közösségi oldalakhoz való túlzott ragaszkodástól. Légy azzal a testvérrel, aki túlzottan félti szeretteit a megbetegedéstől. Adj neki szabadságot ettől. Gyógyítsd meg azt a testvérünket, aki súlyos tüdőgyulladásban fekszik kórházi kezelés alatt. Vedd el, Urunk, a sóvárgást azoktól,
akiknek most kell leszokniuk az alkoholról, a cigarettáról, a drogról, a pornóról és egyéb szenvedélyekről. Óvd meg, Urunk, gyermekeinket a sok káros tartalomtól, amikor sok időt kell tölteniük a számítógép előtt. Ó, Urunk, óvd őket! Irgalmazz nekünk, Urunk, mert megérett a világ az ítéletre, de kérünk, ne nézd a világ fertelmességét, nézd a tiédet, és könyörülj meg rajtunk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg, kedves testvérek, a hirdetéseket, hogy tudjunk közös dolgainkról is. Hirdetem az adakozás lehetőségét. Adományainkat ebben a különleges időszakban bankszámlára küldhetik, kedves testvérek, vagy pedig összegyűjtve egy borítékban, majd beletehetjük a templomi persejbe, amikor erre lehetőségünk lesz. Hirdetem, hogy kedd délelőttönként hivatalt tartunk, 9-től 11 óráig keressenek bennünket bátran a testvérek, ha valamiben segítségre szorulnak. Hirdetem azt, hogy a következő vasárnap, március 28-án virágvasárnap lesz. Hívom a képernyő elé akkor is a kedves testvéreket, mert ezután már a nagy hét következik. Missziós alkalmunk is lehet ez a közvetítés, hiszen hívogathatunk másokat is, hogy ne egyedül nézzük a közvetítést, hanem másokkal együtt. Akár meg is oszthatjuk ezeket a felvételeket, hogy Isten ígéje terjedjen, ez terjedjen inkább az embereknek, az emberek között, ami segíteni tud rajtuk. Ne feledjük el, hogy március 28-án, virágvasárnap lesz az óra átállítás napja is. Elérkezett az adóbevallások időszaka, nagy segítség számunkra, hogyha adónk 2x1%-áról rendelkezünk a református egyházunk javára és gyülekezetünk egyesülete számára, szintén nagyon nagy segítség a felajánlás. Nem sokára az általános iskolai beiratások ideje is elérkezik áprilisba. Szeretném hirdetni, hogy várjuk gyermekeinket református hittanórára. Használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy órarendbe van beiktatva a hittan, így ismerhetik meg a gyermekek a mennyei atyát. Várjuk a gyermekeket hittanoktatásra területünkön, minden iskolában meg tudtuk szervezni a hitoktatás lehetőségét. A hirdetések végéhez érkeztem. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Vegyük Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.